Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon. Ezen a napon az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük. Ez a nap kitűnik a többi közül a gyertya színével is. Mielőtt azonban meggyújtanánk a gyertyát, fogadják szeretettel az óvodások és a népdal körisztiter a zenekar műsorát. Shalom, melkosha,
mert vasárnap gömbfeje, gömbfején a kőszemen, szemem alatt répa orr, orra alatt szélmosoly, szélmosoly a hirdeti, tombol állni jó neki. Dondról csúszni most a jó, szánkót húz a kis Janó, hopp mögéje van helye, szánkozzunk le ő vele. Völgybe siklunk, hó-ha-hó, csúsz utánunk, hó-ha-hó. Azt beszélték róla, hogy a feleségét elhagyta, egyetlen fiával megosztva veszett.
Nem barátkozott a szomszédokkal, nem látogatta senkit. Takaros volt a ház, kiskertál, konyhakertál, és olyan rend volt benne, hogy abban hibát nem lehetett találni. Egyszer egy héten bement busszal a városba, ahol bevásárolt magának, és minden vasárnap délután 3 óra körül megjelent a helyi kocsmában a kutyájával, komótosan megtönte a pipáját, és mielőtt elszívta, megivott mellé egy pohárkat. Ilyenkor néhány mondatot is szólt, leginkább az időjárásról. Amikor befejezte, felállt, szólt a mellette heverő fekete vastag szőrű kutyának, sötét, indulunk haza, és lassan elballagta. Múltak a hónapok, az emberek elfogadták, hogy nem engedt rést ütni magányának, saját maga kovácsolt a páncélján. De hogy jó volt neki így, de hogy volt jó, de büszke volt és sértett, kőkeményes konok, és bár nem volt olyan nap, hogy nem arcangolták volna kétségek, hogy jól cselekszik-e, nem nyitotta meg szívét, és nem tett rendet össze az ilátlátében. Aztán egyszer történt valami. Este volt, hideg szél fújt, szálingózott a hó. Sötét, aki a kályha mellett melegedett és fájós lábát nyalogatta, volt rajta egy nem múlóság, még az állatorvos sem tudott rajta segíteni, hirtelen felmordult és az ajtó felé indult. Gazdája kiengedte, kinézett az udvarra, és meglátott egy alakot, aki a busz megállóban átsorgott egy kis bőröndel a kezében, hosszú kabátban és szemmel láthatóan idegett. Sötét a kapuhoz szaladt, és furcsán nyűszített, majd vissza a gazdához, aztán megint a kapuhoz, és ez a tőle nem megszokott reakció volt az, ami az öreget arra késztette, hogy átkiáltson az idegennek. Nem jön már ma több busz. Egy halk női hang válaszolt, mit csináljak ebben a hidegben, hol tölthetném itt az éjszakát? Olyan fáradt és kétségbe esett volt a hangja, hogy az öreg maga is meglepődött rajta, de behívta a házba, hogy megmelegedjen. A lámpa halvány fényében egy fiatal nő állt, kopott volt a kabátja, elnyúlt a cipője, és a bőröngye is látott már jobb napokat. De bizalommal tekintett vendéglátójára, és megköszönte a kedvességét. Elmondta, hogy egy rég nem látott rokonát jött meglátogatni, érkezését meglepetésnek szánta, de sajnos nem találta otthon, és nem ismerít senkit, akihez elmehetett volna. Melegedne egy kicsit, aztán majd elindul gyalog a városba, majd csak eljut oda valahogy, hiszen csak 6 kilométert kell megtenni addig. Csend volt a házban. Sötét megélénkült, körbeszaglázta a jövevényt, hangosan rávakantott a gazdára, aztán lefeküdt a padlóra úgy, hogy a vendég cipőjére hajtott a busa fejét. Nocsak, szólt a gazda, mi történik itt? Megint magasan értette, de felajánlotta az ágról szakadt teremtésnek, hogy ott töltheti az éjszakát a másik szobában, amit nem használ, és majd elutazik a reggeli busszal. Leültette az asztalhoz, megmelegítette neki az ebédről maradt levest, vizes kabátja helyett egy takarót borított rá. Köszönöm a kedvességét, mondta a fiatal nő. Önnek nincs karácsonyfája. Karácsonyfám! És ekkor döbbent rá, hogy hiszen karácsony este van éppen. Nekem nem szokott lenni karácsonyfám, nincs miért ünnepelnem. Sajnálom, bizonyára egyedül van és tele keserűséggel. A keserűséget szeretetre kellene cserélnie, szólt a vendég, és hideg, finom ujjaival megérintette az öreg erős kezét. Aztán lehajolt, és megsimogatta sötétet is, aki halk vinyogással mutatta ki elégedettségét. Az öreg nem értette, de valami megérintette. Nem tudta mi, csak azt érezte, mintha valami meleg, puha köpeny borulna rá, és valami megmagyarázhatatlan könnyűség költözne a szívébe. Miután a vendég lefeküdt a másik szobában, ők ketten, a kutya és a gazda, még sokáig üldögeltek a sötétben. Az utcai lámpa fényében nézték a hóesést, és érezték, hogy nyugalom tölti be a házat. Aztán elszenderedte. Az öregnek régen nem volt ilyen békés éjszakája, még álmodott is, azt álmodta, hogy a vendégszoba ajtaja kinyílik, kijön a vendég, és meglegyinti őt, a kutyát, és a szobában lévő tárgyakat, valami piha-puha fejességgel. Szárnyak voltak azok bizony. Aztán állt. Reggel kipihentan ébredt, de az esti vendéget nem találta. Azt hitte, csak álom volt minden, de az asztalon ott feküdt egy fenyőág és egy levélke, köszönöm a jóságát, ez állt rajta. A vendégszoba padlóján megtalált egy fehér sajmás tolpihét, sötét lábáról pedig eltűnt a seb. A szívét könnyűnek érezte, mintha minden teher legördült volna róla. Elővette rég nem használt telefonját, és felhívta a fiát, hogy kibéküljön vele, aztán levelet írt a feleségének, és bocsánatot kért tőle.
feldíszítette a kertjében növekvő kis fenyőfácskát, közben boldog ünnepeket kívánt a szomszédjainak. Ünnepelt. Új élet kezdődött számára, amiben a keserűség helyét a szeretet vette át. Karácsonyi csoda mindenkivel megtörtént. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták ezt a kis történetet, és szeretném elmondani, mert nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a történetet önöknek, mindenkinek édesanyám írta. És az ő... És az ő nevében is, az egész családom nevében kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyt, és mindenki tölthesse azokkal, akiket szeret. És most megkérnék szintén mindenkit, és az asszonykórus tagjait is, hogy közösen énekeljük el a Mennyben az Angyalt. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennén, lássátok, Istennek fia, aki született jászolban, jászolban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök valóban. Köszönjük szépen Virágnak a szép történetet, vagyis édesanyjának, a Népdalkörnek a szép éneket, az óvodásoknak a műsort, a felkészítő pedagógusok munkáját. Valamint el szeretném mondani önöknek, hogy a 8. hittanosok december 19-én szombaton délután betlehemeznek, aki szívesen fogadja őket. Kérjük a jövő hét folyamán jelezze ezt Katona Attilánál. Ezek után pedig újra meghívnánk önöket egy kis 10 óraira, ami zsíros kenyér, és ehhez ismét Kálmán nagyon finom forralt bort és teát főzött nekünk. Fogyasszák egészséggel, és szeretettel várunk mindenkit jövő héten a 4. gyertyagyújtásra. De szeretném megkérni a Népdalkör egy tagját és az óvodásokból két kis óvodást, hogy mielőtt itt elmegyünk 10 óra ízni, gyújtsák meg a 3. gyertyánkat. Én is magamhoz ragadnám egy pillanatra a mikrofont. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyon sokan szépen eljöttünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy megtiszteltek bennünket, magam és az önkormányzatunk nevében. Mindenkinek nagyon jó zsíros kenyerezést, mindenkinek nagyon jó forradborozást kívánunk. A teát azt egy kicsit kevésbé, a forradbort egy kicsit erősebben. Hogy mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi készülődést kívánok.
illetve nagyon megköszönném én is a falunk nevében az óvodásoknak a fantasztikus műsorát, köszönném az óvodáknak a fölkészítést, illetve a Citer zenekarnak és a Népdalkörnek a nagyon szép éneket, illetve azt a rövid novellát, amit anyukád írt neked. Kellemes készülődést kívánok mindenkinek, és nagyon szép napot kívánok. További szép napot, viszontlátásra!